J'ai une petite fille qui va avoir 4 ans, qui s'appelle Marie egy Rose. francia nő, aki leszbikus Comme j'ai dit házasságban avant, él. Előző házasságából van egy 4 éves kislánya, és most újra gyermeket szeretne vállalni a párjával. Vagyis számára a szószoros értelmében életbe vágó, hogy dönt a nemzetgyűlés a bioetikai törvényhozás felülvizsgálatakor. Ők maguk 2 éven át hezitáltak, mi volna a legjobb megoldás, és végül a mesterséges megtermékenyítés mellett döntöttek, de ez számukra csak külföldön lehetséges. Szerintük ezzel nem csak az a baj, hogy bonyolult és drága, hanem hogy indokolatlan és méltatlan is. Már 4 éve, hogy e körül forog az életük, meséli. 45 ezer eurót költöttek rá mostanáig. Külföldön ez nem illegális, és ezt nagyon fontos világosan látni. Ez egy törvényes lehetőség. Franciaországban viszont nem. Sem az egyedülálló, sem a leszbikus nők számára. Vagyis külföldre kell mennie, ha gyereket akar. Ő a maga részéről ennek az egész procedúrának minden pillanatában fájdalmasan éli meg, hogy nem intézheti mindezt Franciaországban. Az Európai Unióban másutt is probléma ez. Összesen 9 tagállamban küzdenek ugyanezzel a leszbikus és az egyedülálló nők. Franciaországban most változhat a helyzet, mert egy módosító indítvány nyomán újra a nemzetgyűlés elé került a kérdés. Az egyházak mereven elzárkóznak. A franciaországi főrabbi ezt azzal indokolja, hogy túl a hitrendszeri problémákon ez a megoldás ellentmondást szül a jogrendben is. Ha egy nő teherbe akar esni, akkor ezt meg tudja oldani függetlenül az élethelyzetétől. Ehhez képest egy olyan dolgot kellene törvényesíteni, amely egy képtelen jogi helyzetet teremt. Ugye megszületik egy gyerek, akinek 2 anyukája van, vagyis apátlan gyerekek világra jöttében segítkezünk, és megoldásképpen engedélyezzük, hogy a gyerekek később felkutassák azokat az anonim donorokat, akiktől származnak. Nehéz hinni abban, hogy ez lenne a jó megoldás. Az LMBTQ közösség képviselője viszont úgy látja, hogy ez a törvény egy fontos lépés lenne a helyes irányban, a nők jogait és az LMBTQ családok életét illetően is. Teljes elfogadásukat jelenteni, illetve azt, hogy a nők végre alapíthatnának családot, függetlenül attól, hogy adott esetben leszbikusak vagy egyedülállóak. Nem kényszerülnének külföldre, nem kellene kifizetniük egy csomó pénzt, kockáztatniuk az egészségüket vagy az állásukat. Ez nagyon sok mindent megkönnyítene az ilyen családok életében. Az Euronews riportere arról beszél, hogy az elmúlt hetekben a képviselők meghallgatták az LMBTQ közösség számos képviselőjét, egyházi embereket, orvosokat, filozófusokat. A parlamenti vita szeptember 24-én kezdődik. A legutóbbi felmérés szerint a franciák 60%-a támogatná ezt a reformot, és úgy néz ki, hogy a parlamentben is többségben vannak azok, akik átengednék ezt a módosítást. Az érintettek ugyanakkor attól tartanak, hogy egy ilyen parlamenti döntés egy újabb tiltakozási hullámot indítana el, mint ahogy ez történt a melegházasság ügyében is 2012-ben.